Az Erdélyi Diák Szövetkezet évtizedekig támogatta a régi világban a régió gazdáit abban, hogy termékeiket értékesíthessék. A forradalom után újra alakult Studkop Diák Szervezet, Diák Szövetkezet a régi nagy előd nyomdokaiban tevékenykedik, egy olyan székházban, amelynek kazettáit saját kezével festette a 80-as évek közepén Kallós Zoltán néprajzkutató. Forgatócsoportunk a székházban örömmel fedezte fel kollégáink Baldos Sándor és Kostyák Alpár nevét is. Magas hegyről foly le a víz, magas hegyről foly le a víz, rózsám bennem többet ne bíz, rózsám bennem többet ne bíz. Egész világon éltem be, sohasem éltem kedvemre. Most éltem volna kedvemre, most is búszállott szívemre. Csángó magyar népdal. Kedves nézőink, szeretettel üdvözlöm Önöket a Kolozsvári Diák Szövetkezet székházában, ahol Hunyadi Attila elnököt kérdezem elsősorban arról, hogy hogyan került ez a gyönyörű festett ajtó ide. Tulajdonképpen a Kallós Zoltán lakóházában vagyunk, amely a Kallós Zoltán alapítványra szállt, és 1984-85-ben itt Kallós Zoltán tanítványai közös munkával, kalákával felújították, tatarozták ezt a házat, és a Studkop Diák Szövetkezet kereken 30 évvel később ismét generáljavításban, tatarozásban részesítette ezt a házat, ugyanis több száz éves ház és a salétromos falak hát megrodgyantak, és tulajdonképpen a Diák Szövetkezet megalakulásának első másfél évében ennek a háznak a tatarozásával sikeresen hát foglalkozott, úgyhogy most ismét tevékenységek, népdaloktatás zajlik itt, és a Diák Szövetkezet székházaként működik. Tulajdonképpen a szövetkezeti központok és a szövetkezeti hálózatok látszanak ezen a térképen, ugyanis kommunizmus előtt, államosítás előtt több ezer szövetkezet működött több hálózatban, így a románoknak, a szászoknak és a magyaroknak is saját hitelszövetkezeti, saját fogyasztási szövetkezeti és saját diákszövetkezeti hálózatuk volt, saját fogyasztási, tejszövetkezeti, hitelszövetkezeti és diákszövetkezeti központtal. Ezek pedig elsősorban egészséges falusi termékek értékesítésével foglalkoztak városon, a diákszövetkezetek taneszközbeszerzéssel és különböző az iskolai oktatáshoz szükséges eszközök, írószerek, papír beszerzésével foglalkoztak, a hangyaszövetkezetek pedig községközpontokban általános fogyasztási cikkeket, akkor ugye még nem volt villanyáram, tehát a petróleumlámpába olajat, sót, gyufát, hangyakaszát, ugyanis a hangyának Nagyenyeden saját feldolgozó központja volt, és saját lekvárgyára eleve úgy épült 1906-ban, hogy a hangya raktár saját szárnyvasúttal rendelkezett. Tehát egy valódi logisztikai központ volt, amely a 20-as, 30-as évekre már saját gépkocsiparkkal és saját szállítási logisztikával rendelkezett, és gyakorlatilag ezek látták el a megyei központokat Sepsiszentgyörgytől, Aradig és Szatmárig, Tordán, Kolozsváron keresztül például. Ha jól értettem, akkor a Diák Szövetkezet népszerűsíti ugye a úgymond egészséges termékeket. Tehát valójában azt csinálja, hogy elősegíti és támogatja azt, hogy a vidéki termelők behozzák ugye az árujukat, és ne veszítsék el a hitüket, hogy azt mondják, ugye, hogy nem érdemes termelni. Jól értettem? Így van. Tehát, hogy a régi szövetkezeti hagyományokra, illetve a Slow Food nemzetközi mozgalom alapértékeire szembe megyünk a fast fooddal, és azt mondjuk, hogy egészséges és helyi termékeket kell fogyasztani mindent a maga évszakában. Épp ezért a Kolozsvári Magyar Napokon 2015-2016-ban más fesztiválokon, a Gyalui Várkastély Fesztiválon 3-4-5 napos standon lehetővé tettük, hogy különböző vidékek, keresztúriak, károlyiak, mezőségiek, kalotaszegiek eljöjjenek, és egy napon keresztül a saját termékeiket bemutassák a tudatos kolozsvári vásárlóknak, illetve értékesítették is ezeket a nagyon finom termékeket.
Más partnereink pedig a mezőgazdasági szakiskolákat is létrehozó szórványközpontok, ilyen például a Kalózs Zoltán Alapítvány mezőgazdasági iskolája, amely tavaly májustól májára is saját mintagazdasággal is rendelkezik Felsőtökön. Ugyanakkor a Zsoboki központnak is több tucat hektárja van bérbevéve, és saját malma és saját pék üzeme van, úgyhogy több mint 25 településre szállítanak ki péktermékeket, és a harmadik partnerünk pedig a Csíkszentsimóni Szent László Lovas Gazdaiskola, és onnan is érkeztek hát intézményigazgatók, intézményi szakiskolások, akik önkéntesként szakmai gyakorlatot végezhetnek a diák szövetkezetben. Most úgy érzem magam, ugye mind az iskolába, úgyhogy foglaljuk össze, megpróbálom összefoglalni, hogy jól értettem-e. Tehát akkor a szövetkezet az úgy fogja magát, és úgy kimegy vidékre, és bekopogtat az emberekhez, hogy emberek, az árut nem érdemes elprédálni? Van ennek értelme most ebben a nagy, ugye nagy multikulti és multibiznisz világban? Tehát ezt csináljátok valójában? Valójában ezt csináljuk, de már léteznek különböző feldolgozóközpontok, például a Székely Gyümölcs Egyesület is egy saját gyümölcsfeldolgozó manufaktúrát hozott létre, ahol a gazdák sokkal jutányosabb körülmények között saját maguk dolgozhatják fel az almaterméküket 100%-os almalévé, és ezt nagy tételben Kolozsvárra szállítva itt mi népszerűsítjük, és úgyhogy nekik mind lehetőségük volt bemutatkozni a Stutkop Diákszövetkezeti standnál. Megemlíteném más szórványközpontok, mint a Kallos szórványiskolának a szövőműhelyét, tehát a szakiskolások egyrészt a kertészetet tanulják meg, az állattenyésztést, de ugyanakkor a lányok például a szövést is megtanulják, illetve kolléganőm Pozsonyi Márta részvételével például főző tanfolyamokat különböző kulináris kultúrához, konyhaművészethez tartozó ismereteket is elsajátíthatnak. És természetesen ez benne van a szakiskola tanrendjében is. Áruljuk el a nézőknek azt a titkot, hogy miért nem kezdtük mi az interjút itt a standnál, azért mert ugye nekem összefut mindig a nyár, amikor ilyen babuskendős lekvárokat látok. Jól látom, azaz? Igen, a Székely Gyümölcs Egyesület több száz gazdát tömörített. Levehetek egyet? Igen, természetesen. Nem félsz, hogy elviszem zsebre, vágom. Sőt, ez a célunk, hogy... Vágjam zsebre! Hogy ilyen termékeket megkóstoltassunk. A Diák Szövetkezeti standnál nagyon sok gyerek és nagyon sok család megkóstoltathatta, ugyanis a szövetkezet nem kereskedelmi tevékenységet folytat, hanem egyesületként, non-profit egyesületként kóstolókat szervez, illetve találkozókat szervez a tudatos termelők és a felelősségteljes fogyasztók között. Tehát lehetővé tesszük, hogy találkozzanak. Ez például Nagy Károly melletti Fényen egy ötgyerekes családnak a terméke, sokkal finomabb annál, tehát hogy sütőtök magból préselt olaj, amely nagyon egészséges és nagyon jótékony egészségügyi hatása van, például a rákbetegeknek nagyon ajánlott. Kedves nézőink, egy csángó népdallal kezdtük a központnak a bemutatását. Rövidesen fel fogunk menni az emeletre, ahol meglepetések várnak ránk, és festett ajtók. És mint meg fogják látni, kollégáinknak a neve is fel van írva az egyik ajtóra. Magas hegyről foly le a víz, magas hegyről foly le a víz, rózsám bennem többet ne bíz, rózsám bennem többet ne bíz. Újjáépítettet az úrnak 84-85. Esztendeiben régi romlásából emeház. A kalákában részt vettenek név szerint Ádám Gyula, Blága Béni, Bardot Sándor, Kostyák Alpár és még sokan mások. Jegyezte a ház gazdája Kallós Zoltán Kolozsvárot 1985 tavaszán. Ha jól értem, akkor ezt a kazettás mennyezetet és itt az ajtókat, ezt mind Kallós Zoli bácsi festette saját kezével? Ezt a több tucat nézetmétert
Kalos Zoltán saját kezével festette minden egyes szint, minden egyes vonást ezekben az években, és természetesen a fizikai munkával, az ács munkával Bardos Sándorék és a Zoli bácsi tanítványai segítették, ugyanis kialakítottak itt egy szekuritáti mentes, tehát a szeku figyelmétől távol lévő kis vendégszobát, ahova a Magyarországról érkező Erdélyben, Moldvában, Mezőségen, Kalotaszegen kutató néprajztudósok megszállhattak, ez volt az ő kis vendégszobájuk, mint ahogy ide Zoli bácsi jó szívvel felírta, minden jó szándékú ember szívesen látott vendég. Kedves nézőink, ezzel búcsúzunk mi is, itt mindenki kedves vendég, és hát közösen szurkoljunk a szövetkezetnek, hogy minél több embert tudjon meggyőzni arról, hogy érdemes termelni, érdemes otthon a háztáit megművelni, mert abból pénz jöhet, és ez elősegítheti azt, hogy itthon maradjunk. Köszönjük, hogy végignéztek bennünket. Magas hegyről foly le a víz, magas hegyről foly le a víz, rózsám bennem többet ne bíz, rózsám bennem többet ne bíz. Amit az előbbi riportban is elhangzott, a kolozsvári Kallósházban népzenei oktatás is zajlik. Kollégáink Szép Noémi Kriszta tanárnőt és diákját, Kónya Csengét lepték meg tanóra közben. Az ott készült riporttal zárjuk mai adásunkat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Ja Istenem, hogy megvertél, de sok bánatot rendeltél, de sok bánatot rendeltél. A Kalos Alapítvány népzenei iskolájának egyik óráján vagyunk most, és azt szeretném kérdezni a tanárnénitől, hogy mai világban, amikor dum-dum zene szól mindenhol, meg üvöltenek a szobába, az ablakok rezegnek, van-e értelme, van-e még keletje annak, hogy valaki népzenét tanítson, népdalokat tanítson? Hát értelme mindenképp úgy kell, hogy legyen. Én másképp közelíteném, nem az, hogy van-e értelme, hanem ez elsősorban értéket képvisel a népzene. Egy másik dimenzióba viszi vissza az embert. Én tudom értékelni a dum-dum zenét is, félreértés ne essék. Annak is megvan a maga szépsége, vagy a maga csodálata, amitől az is zene, ez a mai műfaj, vagyis hogy a mai időnek a műfaja. A népzenére szerintem azért van szükség, vagy azért jó visszatérni, mert tulajdonképpen ezek a hagyományainkat tükrözik, a hagyományainkhoz térünk vissza, tulajdonképpen a mindenféle későbbi zenének ez a gyökere. Gondolom, hogy ugye én is biológiát tanítottam, és volt egy tanterv. Tehát te, amikor a diákok jönnek, akkor milyen tanterv szerint, vagy hogyan állítod össze, hogy most milyen népdalokat fogsz tanítani? Ez elsősorban a diákoktól függ, mivel tudniillik nálunk nagyon színes a diákoknak a sora, mivel hogy 10 éves kortól van meghirdetve a tanfolyam, és felső korhatár az nincsen, illetve mindegyik diákunk más-más felkészültséggel kerül ide. Van, aki ezelőtt ezzel a műfajjal egyáltalán nem találkozott, most ismerkedik, van, aki már úgymond ebben a táncház mozgalomban már működik, vagy létezik, vagy ebben nevelkedett fel, velük már teljesen más szinten kell dolgozni. Nyilván ezekhez a dolgokhoz próbálunk alkalmazkodni, szóval ez alapján állítjuk össze a tantervet. A mi családunkban egy olyan 3 éve kialakult egy népzenekar, egy kisebb népzenekar, ahol testvérem hegedül, a másik énekel, én rácsázom, és édesapám bőgözik, és ezért mi már 2,5 éve járunk ide a Kallós Alapítványhoz, csak eddig brácsórára jártam. És hát mivel nagyon szeretek énekelni, úgy döntöttem, hogy hát most szeptembertől jövök énekorára is. És akkor most már brácsórára is járok, meg énekre is. Szigorú a tanárnéni? Nem annyira. Hát szeretek énekeket tanulni, úgyhogy nem tűnik szigorúnak. Magas hegyről foly le a víz, magas hegyről foly le
többet ne bíz, rózsám bennem többet ne bíz. Neked vannak-e ilyen diákjaid, akik úgymond visszaköszönnek neked az utcán? Én egytől egyig minden diákomot csak dicsérni tudom, mert mindegyik a maga módján ügyes. Természetesen vannak kiemelkedőbbek, többen is, de tényleg ahhoz képest, ahonnan elindultak mindegyik magához mérten ügyes, és én ahol csak érem, mindegyiket csak dicsérni tudom. Most még úgy végezetül egy nagy butaságot szeretnék kérdezni, hogy mindenkit meg lehet tanítani népdalt énekelni, mit tudom, például engem is. Aki viszonylag botfülű vagyok, te számít ez, hogy botfülű, tehát kell valamit azért tudni, amikor eljönnek ide hozzátok? Igen, azért jó, ha az embernek van egy kicsi füle, vagy egy kicsi ritmus érzéke, de én úgy gondolom, hogy az ének nem olyan, mint például egy hangszer. A hangszeren megtanulni, hogy az embernek nincsen füle vagy ritmusérzéke, sokkal nehezebb. Az ének ilyen szempontból egy kicsit könnyebb, mivel az emberhez közelebb áll. Könnyebben jut az ember pozitív, már tud lenni sikerélmény az embernek az ének által. Ha a botfülű, ha mit tudom, hogy nincsen ritmusérzéke ez, jó, hát abból nyilván nem lesz akkor kiemelkedő énekes, de ha az embernek jól esik, szerintem nem számít. Ja, Istenem!